A Nestlé Mamut cég sötét oldalát bemutató riportsorozat negyedik része következik, amelyben már az első botrányról hallhatunk, ugyanis a bébi tápszer kiderült, hogy megbetegíti a gyerekeket. A Nestlé elkezd terjeszkedni a harmadik világba, és ami a legdurvább, hogy elkezdi kisajátítani különböző területeken az emberek ivóvizét. A felhasználókat meggyőzték, hogy szükségük van a termékre, és azok után a függők lettek tőle. És a tragikus következményeket figyelmen kívül hagyták. Amikor ezt svájci aktivisták németre fordították, azt a kíméletlen címet kapta, hogy a Nestlé csecsemőket öl. Ez aztán ahhoz vezetett, hogy a Nestlé jogi lépésekre kényszerült. Csak hogy ez akkor már túl késő volt. Ez a jelentés aztán egy nemzetközi botrányhoz vezetett a Nestlével szemben, és nagyon sok országban bojkottot hirdettek a Nestlé termékei ellen. Ez nagyon kellemetlen volt a cégnek, de nem tudott előle elmenekülni. 1978-ban a Nestlé vezetőit az amerikai szenátus arról faggatta, hogy miköze van a Nestlé bébitápszernek csecsemők betegségéhez és halálához. És nem sokkal utána a WHO új szabályozást vezetett be, melyik kimondta, ezen túl reklámokban tilos az anyatejet anyatej pótlékokkal összehasonlítani. Miközben a fejlett országokban ez a szabály azonnal életbe lépett, a harmadik világ országaiban nem sikerült ezt maradéktalanul törvénybe iktatni. Ez azt jelentette, hogy a Nestlé megduplázta a marketing kiadásait, és ezekre a fejletlen országokra koncentrált, ahol a törvények nem voltak olyan erősek. Ebben az időben az eladások egy olyan országban, mint például az Egyesült Államok stagnáltak. A Nestlé itt megpróbálta javítani az imidzsét azzal, hogy az anyatejet reklámozta. Mégpedig úgy, hogy nagyon bizarr reklámfilmeket forgatott az úgynevezett szuperbébikkel. Az volt a cél, hogy eltávolodjanak ettől a negatív imidzstől, és úgy tettek, mintha ők teljesen megváltoztak volna. Mindeközben ugyanazt a rabló gazdálkodást folytatták, mint korábban, úgyhogy a termékeiket olyan országokban adták el, ahol még el tudták. Csak 2018-ban jelent meg egy jelentés a Save the Children szervezettől, amely megállapította, hogy gyerekek millióinak veszélyeztette az életét a Nestlének és más vállalkozásoknak az agresszív üzletpolitikája. És a számtalan súlyos probléma ellenére, amelyet ez az üzletpolitika okozott, azt kell sajnos mondanom, hogy ami a Nestlé sötét oldalát illeti, még csak a történetnek az elején tartunk. In 2005-ben a Nestlé vezetője Peter Brabeck Lemáta kijelentette, hogy a tiszta vízhez való jutás az nem alapvető emberi jog. Amikor a média miatt kritizálta, egyszerűen visszavonta ezt a kijelentést. De ha valóban arra vagyunk kíváncsiak, hogy ő hogy gondolkozott erről, elég, ha megnézzük a Nestlé cselekedeteit. 2013-ban Pakisztánban például a Nestlé elkezdte azt a gyakorlatot, hogy a falvakból elvezette az ivóvizet. Ezt a vizet aztán palackokba töltötte, és azoknak az embereknek adta el, akiktől tulajdonképpen elvette. Természetesen sokkal nagyobb áron. Ezzel többek között az volt a probléma, hogy a Nestlé annyi ivóvizet vett el az emberektől, hogy ezrek számára nem maradt más választás, mint hogy a pocsolyákból igyanak. Mivel egyszerűen nem tudták azt a drága ivóvizet megfizetni, amit tulajdonképpen tőlük vettek el. Egy vizsgálati jelentés megállapította, hogy 2013 és 2017 között az olyan vállalkozások, mint a Nestlé, akik ivóvizet gyártottak, 3 milliárd liter vizet szivattyúztak ki a földből. A jelentés azt is megállapította, hogy egyetlen egy centet sem fizettek ezért. Az is megállapításra került, hogy eközben 1,9 milliárd liter ivóvíz ment pocsékba, ami 3% veszteség. Ugyanis mindössze 2,5 milliárd liter palackozott ivóvíz került forgalomba, és ez nem igazán környezetbarát megoldás, különösen Pakisztánnak, akinek úgyis problémái vannak az ivóvíz ellátással. És most jön az, ami a legabszurdabb. A Nestlé Pakisztánt az ENSZ valamilyen fenntarthatósági díjjal tüntette ki. A Nestlé üzletpolitikája lényegében abból állt, hogy az embereket elzárta a tiszta ihatóvíz lehetőségétől, és ezután egy drága alternatívát kínált nekik. Azt feltételezik, hogy amióta Nestlé az országban van, gyakorlatilag kiszivattyúzta ezt az országot, és a vízszint több száz kilométerre csökken. De Nestlé ezt nem csak a fejlődő országokban tette. Amikor például Kaliforniában asszály volt, nagyon sok nagy cég elköltöztette az üzemeit az USA
kultúrából, nem így a Nestlé. Az aszály kellős közepén a Nestlé 705 millió liter édesvizet pumpált ki a kaliforniai nemzeti parkból. Ezzel gyakorlatilag az állam ivóvíz tartalékának egy részét elvette, hogy aztán eladja a Kaliforniának. A Nestlé Waters vezetője Tim Brown azt mondta, én az aszály során még több kaliforniai vizet tölthetnék palackokba, megtenném. Michiganből is azt jelentették, hogy a Nestlé percenként 747 liter édes vizet szivattyúzott ki az állam tartalékaiból. És a 130 millió gallon vízért a Nestlé mindössze $200 fizetett.